Új játszótéri elemek. Családi nap a Takács Péter utcai óvodában. Brunswick Terész díjat kapott. Barangolások a környezetben. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. július 6-án 18 óra 5 perckor. Szepesi Tibor polgármesterrel és Molnár Pállal, a Városgondnokság igazgatójával a város játszóterein elhelyezett új játékelemekről beszélgettünk. Ahogyan a Városgondnokság igazgatója elmondta, az elmúlt időszakban indult el az a felújítási folyamat a város játszóterein, amely sok tekintetben időszerű volt már. Az elmúlt időszakban megindult egy felújítási folyamat a karszagi játszóterek tekintetében, ugyanis ezek a játszótéri elemek, amikor néhány éve ki lettek helyezve, akkor a korkövetelményének, a jogszabályoknak megfelelőek voltak, de ezt nekünk minden évben felül kell vizsgáltatni. Vannak erre akkreditált cégek, amelyek elvégzik ezt a vizsgálatot, valamint van a fogyasztóvédelem, aki ezt rendszeresen vissza is ellenőrzi, hogy a kihelyezett játékelemek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Valamint a város legfelső vezetéséről van egy igény, hogy mindig fejlesztjük új játék elemekkel, új játszótéri elemekkel a már meglévőket, és ennek a követelménynek, ennek a kívánalomnak próbál a Városgondnokság eleget tenni. Természetesen a financiális részét, a pénzügyi forrásokat az önkormányzat biztosította. Ebben az évben ez a néhány játékelem, ami játszóterenként jelent néhány játékelemet, összetekintetben ez 14-15 darabot jelent városi szinten, 5.061.000 forint forrásösszeget jelent, valamint a telepítésnek is van költsége, ami körülbelül ennyi lett volna, hogyha a Városgondnokság nem tudja ezt elvégezni, de a Városgondnokság a saját munkaerő állományával kitelepítette ezeket. Egyébként ezért is volt egy picit elhúzódva, mert nagyon pontosan, nagyon nagy szakértelemmel kell kihelyezni, inkább kétszer mértünk és egyszer helyeztük ki a játékelemet, mint hogy valami nem a jogszabályi előírásoknak megfelelő legyen, és nagy Isten egy későbbi baleset során kiderüljön, hogy nem helyeztük jól ki, és mi hibáztunk ebbe a dologba. Tehát a lényeg az, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően kihez a játékelemeket, az akkreditációval rendelkező cég levizsgálja ezeket, és utána a fogyasztóvédelem kijön és leellenőrzi azt, hogy megfelelőek ezek a játékelemek. Ezt sikerült végrehajtani, tehát az akkreditációt végrehajtottuk az elmúlt napokban. Egyedül a Táncsis körúti játszótéren van egy játékelem, amelynél még egy pici módosítást kell végrehajtani, egy mászókkal egy csillapítási tért kell kialakítani. Ezt nem sikerült még megtennünk, de az összes többi játszótéri elem a korkövetelmények és a jogszabályi előírásoknak megfelelően működik. Bízunk benne, hogy lesz ezután pályázati lehetőség is. A pályázati lehetőségekkel még korszerűbb, még nagyobb és még több játékelemeket tudunk majd kitenni. Most sajnos nem volt ilyen pályázat, és saját forrásból kellett az önkormányzatoknak ezeket a állagmegóvási felújítási és fejlesztési munkálatokat. Szepesi Tibor polgármester a témához kapcsolódóan elmondta, hogy elsősorban a Városgondnokság folyamatosan figyelemmel kíséri a játszóterek állapotát, ahol mindig a legfontosabb a biztonságos körülmények biztosítása. És én azt gondolom, hogy egyébként az egész önkormányzatnak és talán a város lakosságának is mindenkinek szívügye az, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között olyan játszótéri elemeken játszhassanak, amelyeket elsősorban szeretnek, amelyeken jól érzik magukat. De itt a legfontosabb egyébként ebből a felsorolásból az, hogy biztonságosan játszhassanak. Ezért nézik ezt a szakemberek, kértünk vizsgálatokat a játszótéri elemekre, amit természetesen a jogszabályok is előírnak. Itt megállapításra kerültek olyan hiányosságok, amelyeket természetesen pótolni kellett. Ezek a játszótéri elemek megrendelésre kerültek, leszállították, kicserélésre kerültek, és ahogy ön is fogalmazott, ugye kerültek új játszótéri elemek is beépítésre. Ezeket elsősorban olyan szakemberek ajánlásait figyelembe véve választottuk ki, akik tudják azt, hogy milyen korosztályú gyermekeknek milyen játékok ajánlottak egy ilyen nyilvános játszótéren. A város több pontján megújult, hiszen nem csak erről az egy játszótérről beszélünk, hanem valamennyi játszótérről. Tehát a város egész területén lévő játszótéri elemeket megvizsgáltattuk, átnézettük és kijavítottuk, amely szükséges volt. És ahogyan igazgató úr is mondta, ezek az új játszótéri elemek is beépítésre kerültek. Ezek az elmúlt napokban, hetekben zajlottak,
hiszen az is fontos volt, hogy a tanév végével ugye elkezdődött a nyári szünet, tehát várható, hogy ezeknek a játszótereknek a leterheltsége sokkal nagyobb lesz, sokkal többen fogják használni, nem csak bizonyos időközönként, ugye elsősorban a délutáni és a hétvégi időszakban, hanem szinte egész nap a nyár folyamán. Ezért volt szükséges az, hogy mostanra készüljenek el. Itt a nyári szünet a nyakunkon, lehet használni most már ezeket a játszótereket. A továbbiakban arról szólt a városvezető, hogy nem csak a meglévő játszóterek kerültek felújításra, hanem újak is épültek. Valóban nem csak javítani és fejleszteni szeretnénk a meglévő játszótereinket, hanem újakat is szeretnénk építeni. Ennek első lépése volt az, hogy a Kiskutyasi város részen, hiszen ott nem volt igazából ekkora méretű játszótér, kialakításra került egy lehetőség, és folytatjuk tovább ezeket természetesen. Ennek a legnagyobb lépése az az Erzsébet ligetben, tehát a milánói pavilon építések körüli parkosítás kapcsán kerül majd megépítésre. Ahogyan többször beszámoltunk róla, a pályázat rendelkezésünkre áll, a tervek elkészültek, jelenleg gyártás alatt vannak ezek az egyedi játékok. Ha minden jól megy, akkor július-augusztus elején kerülnek beépítésre ezek az elemek. És azt gondolom, aki arra jár, az láthatja is, hogy a további parkosítással együtt ez egy gyönyörű, zöld környezetben elhelyezett, én azt gondolom, hogy minden igényt kielégítő játszótér fog megépülni. 3 korosztálynak, és hogyha hozzáveszünk a további lehetőségeket, tehát ott van a kerékpáros pumpapálya, a lombkoronasétány, és sok-sok minden olyan kis apró projektelem, amely kialakult, vagy kialakításra kerül majd a következőkben, ahol szinte minden korosztály megtalálja majd a kedvére valót. A Takács Péter utcai óvodában családi napot, évzárót és pünkösdölőt tartottak. Posztósné Kovács Éva tagóvoda vezetőt kérdeztük a részletekről. Nagy örömmel készültek az óvisok erre a napra, hiszen az előző években ezt a rendezvényt nem tudták, vagy csak szűk körben tudták megtartani. Nagy örömmel készültünk erre a mai napra, hiszen az előző években sajnos ezt a rendezvényünket nem tudtuk, vagy csak szűk körben tudtuk megtartani. Ebben a nevelési évben már nyithattunk, és fogadhattuk a szülőket is, és ennek nagyon-nagyon örültünk. Így aztán a hagyományos pünkösdölő műsorunkat egy óvi Roki követte, ahova már a szülőket is befogadtuk, ővelük együtt táncoltunk. A gyerekek nagy örömmel készültek rá egész héten, egész nap a pünkösdölő dalokat, még ebéd közben is képesek énekelni. Az óvi Roki pedig hát az udvari próbák során felvillanyol a hetünket. Ebben a nevelési évben már fogadhatták a szülőket is, így a hagyományos pünkösdölő műsort egy óvi Roki követte, ahol már a szülők együtt táncoltak a gyerekekkel. Ez nagyon rossz volt az előző években, hogy a szülőket nem tudtuk itt bent fogadni az óvodában. Igaz, hogy személyes kapcsolatban voltunk, igaz, hogy mindig beszámoltunk, illetve ők is elmondták, igaz, hogy online is tartottuk mindig a kapcsolatokat, igaz, hogy megvoltak a szülők is, de csak nem olyan volt az. Tehát már most, hogy itt vannak velünk, egész más az óvoda hangulata, sokkal családiasabb, és sokkal jobban együtt tudunk működni, hiszen a család és az óvoda együtt nevel. A pünkösdölő után évzáró is volt. Szeptemberben 10 kisgyermek megy iskolába, nekik már megvolt a ballagás ünnepségük. Ahol is csak a ballagó gyerekek voltak jelen, illetve azok a gyerekek a csoportokból, akik búcsúztatták őket. Természetesen minden óvónéni és Daduska néni is ott volt, illetve az ő szüleik, nagyszüleik, keresztszüleik, teljesen nagy lett a tömeg már, és ezt is nagyon-nagyon élveztük, és nagyon-nagyon örültünk neki. Hát ez a kisgyermekünk, 10 kisgyermekünk megy el ősszel iskolába. Most pedig az évzár ünnepségünk van, ahol mindenki szerepelt, akkor mindenki nagyon jól érezheti magát, és a gyermeknappal kötjük össze, hogy akkor már csillamtetoválást hogy kapjanak, akkor már hogy tudjunk egy nagyot játszani utána. Az iskolában menő gyermekeket jól felkészítették az óvodapedagógusok, akik fájó szívvel, de mégis örömmel engedték el a kicsik kezeit, és kívántak nekik sikeres iskolai éveket. Érdekes a gyerekek reakciója. Megfigyeltük már, hogy többnyire mindig van olyan kisgyermek, aki már a próbák alatt sírdogál. Ezt a helyzetet már azt gondolom egész jól tudjuk kezelni az évek alatt, és magán az ünnepségen már nem volt gyermeksírás.
Az itt maradt óvisoknak a nyári nyitvatartás idején is nagyon sok programot szerveznek majd. Szabóné Szentesi Mária Irmával beszélgettünk a Szím óvodában, hiszen pedagógus nap alkalmából kiemelkedő óvodapedagógiai munkája elismeréseként Bruce Victoris díjat vehetett át az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Szeretnénk ehhez szívből gratulálni. Köszöntöm nézőnket, Szabóné Szentesi Mária Irmával beszélgettünk a Szím óvodában, itt a gyönyörű háttér itt van mögöttünk, és a beszélgetésünknek egy nagyon szép apropója van, hiszen a pedagógus nap alkalmából kiemelkedő óvodapedagógiai munkája elismeréseként Bruce Victoris díjat vehetett át az Emberi Erőforrások Minisztériumában a héten. Szeretnénk ehhez szívből gratulálni. Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy az ember meghatottan lép be egy ilyen nagy eseményre, amikor megkapta az értesítést, milyen érzések fogalmazottak meg önben. Nagyon boldog voltam, egyben büszke is, sosem gondoltam, hogy én ennek a díjnak a közelébe leszek, de úgy látszik, hogy a majdnem 4 évtizedes óvodapedagógiai munkámat sokan figyelemmel kísérték, és méltónak találtak rá, hogy fölterjesszenek erre a díjra. 4 évtized szinte hihetetlen kimondani is, de azt gondolom, hogy ha egy picit visszapörgetjük az időkerekét, akkor menjünk odáig vissza, hogy honnan is jött ez az óvodapedagógus pálya. Volt-e valami családindítatás, vagy valamilyen olyan óvónéni, aki hatással volt önre a pályaválasztása során? Mindig is pedagógus pályára készültem, nem pont óvodapedagógiai pályára. Én biológiai szakos tanárnéni szerettem volna lenni, hiszen általános iskolás koromban nagyon érdekelt és nagyon szerettem ezt a tantárgyat. Aztán úgy alakult, hogy kisebb testvérem is született, a húgom is ezt a pályát választotta, és nekem is nagyon megtetszett, illetve egy nyári munka alkalmával kerültem óvodába, és ott tetszett meg igazán ez a pálya, így adtam be a jelentkezésemet Szarvasra valamikor réges-régen. És utána, amikor elvégezte, melyik óvodában kezdett? Tehát az természetes volt, hogy hazajön Karcagra? Nekem természetes volt, igen. Ide köt a családom, tehát én nem gondoltam, hogy máshová megyek. Mikor végeztem, akkor én a Körösúti óvodába töltöttem egy esztendőt, az is egy nagyon jó tanuló év volt, és utána kerültem be a Kuthenúti óvodába, ahol 20 évig voltam óvónéni. Egy picit beszéljünk a Szimoviról, hiszen a vezetés alatt sok-sok minden történt itt. Nagyon kreatív fiatal nevelő közösségem van, mindenben támogatnak, segítik az innovatív törekvéseimet megvalósítani, úgyhogy ők is benne vannak egy picit ebben a díjban. Köszönöm szépen nekik ezt a sok-sok munkát, illetve mindenkori vezetőimnek köszönöm meg, akik mindig is segítették és támogatták az új törekvéseimet. Legutóbb pedig Gulyás Ferencné Jolcsinak, hiszen annak idején vele még a Kuthenot óvodába dolgoztunk együtt, és tőle tanultam meg, hogy ne féljek új dolgokat kipróbálni, illetve ne keserítsen el egy-egy kudarc sem, mert abból is lehet tanulni. Mire a legbüszkébb, hiszen itt vagyunk ezen a csodaszép udvaron, gyönyörű a kert is, mire a legbüszkébb? Ezekre, amiket elmondott, hiszen a zöld óvoda, a környezeti nevelés mindig is kiemelt feladat volt ebben az óvodában, hiszen adott a csodálatos környezet, ami itt körülvesz minket, így aztán nem volt nehéz ezeket a feladatokat, amit a zöld óvoda kritérium rendszere kitűz számunkra megvalósítani. Olyannyira nem volt nehéz feladat, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megyében bázis intézményként is működünk, tehát jönnek hozzánk tanulni kolléganők. Igyekszünk mindig olyan témát feldolgozni, ami egy kicsit távolabb áll a kolléganőktől a mindennapokban. Ilyen a házi komposztálás népszerűsítése, a talajvizsgálat, a nem szeretem állatok, a megújuló energiák, a szélenergia feldolgozása itt óvodáskorban. Tehát sok-sok olyan innovatív törekvéssel igyekszünk az őszi pedagógiai és a tavaszi pedagógiai napokon megmutatni itt a tudásunkat, a módszereinket, amiből mások is tanulhatnak. Nagyon hálás vagyok a szülői partnereinknek is, hiszen a legfontosabb partnereink a gyermekek után. Ők is segítik mindig a törekvéseinket, hiszen komposztáló ládát kaptunk, kertföldet kaptunk, tanácsokkal ellátnak bennünket, mert hogy kétszer is voltunk országos díjazottak a Legyen neked is, legyen legszebb konyhakert programban, amit a szülők nélkül nem is tudtunk volna megvalósítani, úgyhogy nekik is nagyon szépen köszönöm. Egy icipicit ők is benne vannak ebbe a díjba, hiszen olyan gyermekeket küldenek ide az óvodánkba, akikkel öröm dolgozni, akik kíváncsiak, kreatívak, fogékonyak.
sok olyan dolgot szerveznek, amikor ide vonzák a városban élőket is. Valóban, hiszen ez a kertvárosi rész egy nagyon szép városrész, csak messze van a központtól, ezért nem szeretnénk a gyermekeinket kihagyni a városi programokból, ezért találtuk ki néhány évvel ezelőtt a kolléganőimmel, hogy mi is megtartjuk itt a farsangi felvonulást, ahol nagy örömünkre a szülők és a város részen lakók is bekapcsolódtak, nagyon jól sikerült, hagyományt szeretnénk ebből is teremteni. A szülői gárdánk is nagyon jó, hiszen szülői bábcsoport működik több évtizede az óvodába, és a földnapi programunkat színesítették egy nagyon szép meselőadással. Köszönjük szépen nekik is. És a 40 évről is szóljunk, hiszen azért a 40 év az óvoda életében is, és önnek is majdnem a pedagógus pályáját jelenti. De milyen érzések fogalmazottak meg önben, amikor meglátta az egykori óvisokat, aki lehet, hogy már a nagymamájával érkezett ide? Nagyon büszke vagyok minden óvisunkra. Valóban nemrég ünnepeltük az óvoda fennállásának is a 40. születésnapját, és meghívtunk ide egykori óvodásainkat, akik szintén verssel köszöntötték az óvodánkat, vagy olyan szülők is mondtak verset, köszöntőt, akik valamikor ők, mint gyermek jártak ide, és most a gyermekeiket hordják az óvodánkba. Egy nagyon szép kiállítással is készültünk, ahol régi fotókat kértünk, gyűjtöttünk, és ott sok mindenki megtalálta magát, láthattuk, hogy hogyan épült egykor a szim óvoda, hogyan is alakultak az óvodai csoportszámok, hiszen valamikor csak egy csoporttal indult el, most pedig három csoporttal is büszkélkedhetünk. És hát a büszkeség szóba belekapaszkodva egy kicsit, azért büszkélkedjen az unokákkal és a saját gyermekeivel is, hiszen azt gondolom, hogy láttuk őket felnőni, és egy édesanyának azt hiszem, hogy ez a legnagyobb öröm, amikor látja, hogy ők is megtalálták a helyüket az életben. Valóban büszke vagyok mind a két lányomra, a büszkeségemnek pedig még az is apropója, hogy a nagyobbik unokám Zsejke ide jár az én óvodámba, az én csoportomba, és nemrég volt az óvodai beiratkozás, és már Borkát is beírattuk ebbe az óviba. Várom őt is nagy szeretettel szeptemberben. Sokszor beszélgettünk már erről, amikor kim voltunk, hogy a nagymama meg az óvónéni ilyenkor hogy tud elkülönülni, de azt gondolom, hogy ezt nagyon jól megoldja az unoka is, meg ön is. Annak idején a gyermekeim is megoldották, tehát érdekes, a gyerekekben valahogy ez ketté válik, mert az óvoda kapuján belül a gyermekeim is óvónéninek szólítottak, most az unokám is Marcsi nénizik, először furcsa volt és nevettünk rajta, de megszoktuk, ha kilépünk a kapun, ugyanúgy mami vagyok. Mi jelenti a kikapcsolódást, ami még marad a családom, meg az itteni dolgokon kívül? Valóban nem sok időm marad, nagyon szeretek főzni, sütni, a családot vendégül látni, illetve otthon is egy parányi kertet gondozok, a virágok, a növények, hiszen az unokáimra gondolok mindig, és igyekszem sokféle növényt ültetni, hogy minden szezonba jusson valami, amit saját maguk szedhetnek, tapasztalhatnak, gondozhatnak. A kézműveskedés azért otthon is megvan, nem csak itt a csoportfoglalkozásokon? Természetesen mindkét unokám nagyon szeret színezni, rajzolni, és ezek a matricás füzetek, ezek most mindent elvisznek, mindenhol matrica van nálunk fölragasztva, de akár az aszfaltrajzkrétát is nagyon szeretik használni. Hát igyekszünk otthon is belopni ezeket a dolgokat, és lefoglalni őket szabad időben. Ha most újra a pályát kellene választani, maradna ezen a pályán? Én úgy gondolom, igen, én ajánlom ezt a pályát mindenkinek, nem is pálya, ez hivatás. Ezt csak szívvel, lélekkel lehet végezni, annyi örömöt kapunk a gyerekektől, a mindennapi mosolyt, a csillogó szempárokat, az ölelést, amiből sosem elég. Úgyhogy, végre már lehet. És végre már lehet, igen, hát az elmúlt két év elég nehéz volt nálunk is, végre szabad ilyet is csinálni. Én ugyanezt választanám, és én javaslom a fiataloknak, hogy válasszák bátran, mindent megér. Rengeteg örömet ad, rengeteg boldog órát ad, boldog perceket, és ki lehet itt teljesedni. Nekem a másik szakom a mentorság, ezt önként vállaltam, hogy kitanulom a mentor szerepet. Nagyon szeretek a fiatalokkal dolgozni, tőlük is tanulok, de nagyon szeretem, mikor tanácsot kérnek tőlem, és én szeretném látni azokat a fiatalokat, akik most vannak a szárnyaim alatt, hogy hogyan teljesednek ki ezen a pályán, és mindenkinek kívánom, hogy egyszer élje meg azt a boldog, büszke pillanatot, amit nekem sikerült a Vigadóban átélnem.
A miniszterelnökség megbízásából az emberi erőforrás támogatás kezelő által meghirdetett a speciális fejlesztés célzó programok támogatása című NTP SPEC 21.00.67-es pályázati azonosító számon szereplő Barangolások a környezetben című pályázati projekt elnevezésű nyertes pályázat 2021. július és 2022. júniusa között valósult meg a Madarász Imre Egyesített Óvoda Gépgyár úti szím óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 937.000 forint. A pályázati programban az óvoda Barangolók természeti tehetségműhelye vett részt 12 gyermekkel, Kovácsné Fodor Mónika és Szabóné Szentesi Mária tehetséggondozó szakvizsgázott óvoda pedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja, hogy a gyerekek ismerjék meg, fedezzék fel közvetlen környezetük élővilágát, szépségét. Szerezzenek saját élményű tapasztalatokat. A digitális eszközök segítségével a gyermekek informatikai műveltségének megalapozása. Nyíljon meg a világ számukra, jussanak olyan ismeretekhez, amik által formálódjon szemléletük a fenntarthatóság jegyében. Erősödjenek képességeik, digitális kompetenciáik, probléma megoldó gondolkodásuk, megfigyelések, vizsgálódások, játékos kísérletezések során az IKT eszközök bevonásával. A különböző tevékenységek, helyszínek és digitális eszközök segítik a gyermekek számára szélesebb körben való ismeretbővítést, gazdagítást, mélyítést. A mai kor elengedhetetlen eszközeivel olyan megfigyeléseket is tehetünk, amit a természetben nem láthatunk. A megszokott tevékenységformák kibővítése lehetőséget nyújt a tágabb környezetünk megismerésére, más formában való megtapasztalására. A tervezett programok élményszerző, tartalomban gazdag ismereteket nyújtanak a tehetségműhelybe járó gyermekek számára. A műhely munkák tematikusan épülnek egymásra, a zöld jeles napokat, az évszakok változásait figyelembe véve. Cél az élmény alapú terepmunkákat követően a téma feldolgozásával lehetőség nyílik a megszerzett ismeretek alkalmazására, mélyítésére, gyakorlására. Fejlődnek gyenge és erős oldalaik egyaránt a tevékenységek során. Közösségi érzésük, egymásra való odafigyelésük. Ismerjék meg az eszközök rendeltetésszerű használatát, életkori sajátosságuknak megfelelően alkalmazzák. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!